Sokkal helyesebb a bajusza. Nagy üzem az LMP székházában a választások második fordulója előtt. A talpon maradt jelöltek a térkép felett vitatják meg, hol érdemes erősíteni a kampányolásban. Most nyugtéren jól lehet kampányolni? Aha, nagyon vicces volt, muszéken ott volt a Fidesz is, meg mi is egymás mellett, teljesen normálisan. A Lehet más a politika 13 fővárosi indulója közül többen a harmadik helyről, a Fidesz és az MSZP mögött várhatják a vasárnapi megmérettetést. A hétfői sajtótájékoztató csak a jelöltek bemutatásáról szólt volna, ha a párt a közelmúltban nem tapasztalt volna megengedhetetlen kampánymódszereket más pártok részéről. A kampányfőnök úgy látja, az MSZP a párt nevével, illetve szlogenjével kampányol egy laphirdetésben. Ezért az ügyben az Országos Választási Bizottsághoz fordulnak jogorvoslatért. Bár a választók egy jelentős része, akik az LMP-t a parlamentbe juttatták, úgy gondolják, hogy lehet más a politika, de az MSZP-ről sajnos azt kell látnunk, hogy valószínűleg az MSZP már nem lehet más. Hiába próbál nevet és elnököt váltani, az eszközei sajnos változatlanok. Én azt gondolom, hogy hát ez egy eléggé kemény húzás az MSZP részéről. A hirdetésben található szlogen ügyében a 11. kerületi jelölt a helyi választási bizottságnál tesz feljelentést. Innen is szeretném üzenni, illetve megerősíteni minden MSZP-s választónak, illetve Molnár Gyulának, aki igen nemtelen eszközökkel a pártunk nevét és szlogenét felhasználva próbál kampányolni és próbál szavazatokat szerezni, hogy eszem ágába sem volt, nem is lesz visszalépni a javára, sem az MSZP javára. A 6. kerületi jelölt Kaszics Bálint elmondta, szerinte vetélytársa a Fidesz színeiben induló Illés Zoltán 3 napon keresztül 200 forintért osztott olajat, lisztet és cukrot piacon és egyéb közterületeken. Ez részben aggályos lehet adatvédelmi szempontokból is, és hát szavazatvásárlás miatt is. A kampányfőnök az MTI-nek elmondta, a második forduló előtt ugyanúgy kampányolnak, mint előtte, ám ott azért jobban odafigyelnek, ahol a szocialisták visszaléptek. Mi kampányolunk tovább mind a 13 körzetben, ahol a jelöltjeink bejutottak a második fordulóba, függetlenül attól, hogy az MSZP visszaléptette a saját jelöltjét, vagy pedig nem. Nyilván azzal tisztában vagyunk, hogy azokban a körzetekben, abban a 4 választókerületben, ahol nincsen MSZP-s jelölt, ott nagyobb eséllyel indulnak a jelöltjeink. És ott egy picit intenzívebben kampányolunk, és ott nagyon fontos az, hogy a szocialisták egykori szavazóit is meggyőzzük arról, hogy érdemes, ha lehet más a politika jelöltjére szavazni, és azt is elmondjuk, hogy amit a kampány során egyébként számtalanszor elmondtunk, hogy mi is veszélyesnek érezzük az országra azt, hogy a Fidesz egyedül is képes a kétharmados törvényeket megváltoztatni.